Tisztelettel köszöntöm a Bábolna TV nézőit. A júniusi pénzügyi bizottsági ülésről szeretnék az ott történtekről beszámolni. Rendes bizottsági ülés volt, valamennyien ott voltunk, meghívott vendégek is megjelentek, és reméljük Bábolna további működéséhez jó javaslatokat hoztunk, amit majd a testület fog elfogadni, vagy esetleg elvetni. 12 alap napirendi pontunk, az egy napirendi kiegészítés volt az egyebekben, ezekről szeretnék röviden beszámolni. Az első napirendi pont a 2018. évi költségvetési rendeletnek a módosítása. Volt elfogadásra javasoljuk a testületnek, hiszen mind olyan változási elem van benne, amit korábbi testületi határozatokkal döntöttünk el, most csak technikai részletekről szól ez a módosítás, de meg kell tenni. A második napi rendi pontban a közösségi együttélés szabályairól beszélgettünk, illetve hát alapjában véve megismételjük a minden évben felvetődő kérdést azzal, hogy az idei évben egy lényeges elemmel egészítettük ki. Meghatároztuk, hogy 30 cm-t elérő, hát nem feltétlen fű, nagyon sok esetben sajnálatos módon gyom növény méret fölött, ha valaki nem tartja rendben a telkét vagy a hozzátartozó egyéb területet, akkor 50 ezer forint pénzbírsággal büntethető, ez most már az együttélési rendeletünkben meg fog jelenni, ha a testület is elfogadja. A harmadik napirendi pontban a Ritmus Oktató Közhasznú Nonprofit Kft., illetve a Bábolnai Ritmus Alapfokú Művészeti Iskola beszámolóját elfogadásra javasoltuk a testületnek. A negyedik pont egy nagyon részletes beszámolóról szólt, mégpedig a Bábolnai Sport Egyesületnek az egész évi tevékenységéről szóló beszámoló, ami nyilvánvaló, a futball dominált, de egyéb szakosztályok működéséről is az elnök úr beszámolt. Felvetések inkább a pénzügyi kérdések körül zajlottak. Megnyugtató válaszokat tudtunk egymásnak adni. Remélhetőleg Bábolna sport élete a továbbiakban is a korábbi szinten, vagy a megszokott szinten működhet tovább. Elfogadásra javasoljuk a beszámolót. Az ötödik napirendi pontban a Bábolna szennyvíz ágazati beszámolót néztük át, illetve elfogadásra javasoljuk a testületnek. Még egy határozatot hoztunk, mert közben ilyen vész tevékenység vagy havária feladatokat kellett ellátni, amit közben már el is végzett az illető cég, utólag kell elfogadnunk, de hát nyilván anélkül nem működött volna a rendszer, tehát ilyenkor nem nincs idő arra, hogy bizottsági ülésre vagy testületi ülésre várjunk. Ezek feltétlen nélkülözhetetlen munkálatok voltak. Javasoljuk, hogy a testület is járuljon hozzá. A hatodik napi rendi pontban 2017. évi beszámolóját vitattuk meg a Komáromi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságnak, elfogadásra javasoljuk a működésüket, illetve beszámolójukat. Ami igazából kérdés vetődött fel, és ha netán a testületi ülésre eljönnek, megkérdezzük, hogy mi az oka annak, hogy ilyen nagy számban emelkedtek a tűzesetek. Nálunk is, illetve a területükön is. A hetedik napi rendi pont minden évben meg kell vizsgálni környezeti állapotát a településünknek. Erről szóló jelentést elfogadásra javasoljuk a testületnek, hiszen érdemi, döntő változás az előző évekhez képest nem merült fel. Szerencsére nem merült fel, hisz Bábolna a problémáink ellenére egy élhető település környezeti szempontból. A nyolcadik napirendi pontban két telekvásárlási kérelemről beszéltünk, az 1362-es és az 1365-ös helyrajzi számon szeretnének telket vásárolni, mindkettőt támogatjuk, azaz Tanosné Iván Emma Gizella és Vásárhelyi Péternek a kérését. Reméljük, hogy tartják is magukat a kérésükhöz. A kilencedik pontban
civil szervezetek támogatásáról esett szó. Egy országos cég, a Medicopter Alapítvány kért tőlünk pénzt egy műszer beszerzésére. Hát nyilvánvaló, mi ezt az egészet nem tudjuk finanszírozni, de az egész ország összefog, vagy legalábbis egy régió, akkor elérhetik ezt. Mi úgy gondoljuk, hogy Bábolná egy 30 ezer forinttal támogatja a műszer vásárlást. Ha mások is ennyivel hozzájárulnak, vagy hasonló nagyságrenddel, akkor meg tudja a civil szervezet, az alapítvány vásárolni ezt a berendezést. A 10. napi rendi pontban ismerős, hogy egy marketing stratégiát szeretnénk készíteni Bábolna település, Bábolna város közzétételére, megismertetésére. Több ajánlat érkezett, és mi azt javasoljuk a testületnek, hogy a Duna Gerecse turisztikai non-profit Kft.-nek bruttó 3.810.000 forintos javaslatát fogadja el. A 11. napi rendben a Térháló Kft. Tartott egy tájékoztatót, akiket korábban kiválasztottunk arra, hogy Bábolna település rendezési tervét és szabályozási tervét elkészítsék. A képviselő beszámolt arról, hogy 15 módosítási kérelemmel kell foglalkozniuk. Ezeket mi ismerjük, a bábolnai cégektől felmérés alapján érkeztek hozzánk, hogy mit szeretnének megvalósítani, és ehhez milyen módosításra van szükség. Remélhetőleg a képviselő szerint ezt határidőre, még az idei évben sikerül megvalósítani. A 12. napi rendi pont a polgármesterünk jutalmazásáról szólt. Úgy gondoljuk, hogy a végzett munka, és ami mögötte van, szorgalom és kitartás, lelkesedés, elhivatottság méltóvá teszi a polgármestert arra, hogy a neki adható jutalmat megkapja, ez 3 havi bruttó bérének megfelelő összeg. Ezzel a normál napirendi pontok elfogytak, és egy az egyebekben fordult elő, mégpedig árajánlat érkezett arra, hogy a lakó épületeken elhelyezett okos mérőrendszert átszervezzük, átszereljük az önkormányzat területére is, ezzel különféle korábbi viták megszűnjenek. Azt javasoljuk a testületnek, hogy a Hegyi Tamás által képviselt magyar optikai művek 663.997 forint plusz áfa javaslatát fogadja el, és valósuljon meg ez az átrendezés. Ennyi volt a pénzügyi bizottság érdemi munkájának a része. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes estét kívánok!